Köszöntöm a Mosonmagyaróvári Városi Televízió nézőit, ennek a Pro és Kontra című műsorunkat látják. Köszöntöm két vendégünket is, Pető Pétert, a Gazdasági Bizottság elnökét, illetve a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a vendégeket, mondjuk képviselőtársamat is. Illetve képviselőt Kopáti Tamás Mártont, a Jobbik képviselőjét, megy a helyi szervezetnek a vezetőjét. Én is köszöntöm kedves nézőket és képviselőtársamat. Mostanában alakulnak a számok, ugyanis az első olvasat már megvolt a költségvetésnek, most a bizottságülések tárgyalják majd a második olvasatot, nullának kell lennie, ugyebár nem lehet hiány benne. Volt ott némi hiány, azt rendbe kellett tenni, képviselő úr, hogy látja a költségvetés helyzetét. Ugye hát először illesse meg a kritika az ellenzéknek a lehetőségét. Hát azzal kezdeném, hogy először is maga a költségvetést így összehozni, hát nem lehet egy egyszerű feladat, hisz az állami elvételek miatt óriási feladatot róhatott arra, aki ezt elkészítette. Elsősorban az elvonásokkal kezdeném, az állami normatívák elvonásával. Tudom, hogy ezek természetesen nem helyi dolgok, de hiszen kihatnak a helyi politikára, illetve a helyi gazdaságra, magára a költségvetésre is. Hát elsősorban elvettek ugye durván 170 millió forintot a gépjárműadóból, a személyjövedelemadó helyben maradó részét vitte teljes 100%-ban az állam, illetve hát az egy nagyon szép szlogán, amiket mondogatnak, hogy átvettük az oktatást és az intézményeket nem vette át az állam, így csak kizárólagosan a tanári fizetéseket vette át, illetve egy iskolánkat, az MTA-t, amit egy alapítvány keresztül az állam üzemeltet, ezen kívül a többit működésileg a városnak kell megoldani. Hát a bérköltségek mondjuk azért elég magasak szoktak lenni, tehát hogyha megnézzük a bérköltségvetését. Csak ez állami normatívából jött hát mindig. Még úgy elvették. Tehát ezt a várost rendben van, ezt el is kellett vigyék, de ezzel együtt a működést is vihették volna, hisz a működés is egy nagyobb összeg, tehát itt egy 4-500 millió forintról beszélünk a működési költségekről, és ezt nem adja az állam, tehát normatívába, ahogy a tanárok fizetését leutalta az önkormányzatnak, hanem ezt az önkormányzatnak saját bevételi forrásaiból kell megoldania, ami egyre jobban apad. Tehát ez az elsődleges, amit tudok mondani, és így mondjuk akkor mindjárt átérhetek arra, hogy az emberek legyenek felvilágosítva teljes mértékben, hogy itt nincs semmiféle adósság átvállalás. Az adósság átvállalás az az, amit az állam az egyik oldalról elvett, azt majd szépen odaadja a másik oldalon, csak én már most szeretném jelezni frakcióvezető úrnak is, és hát a polgármester úrnak is itt a tévén keresztül, hogy nehogy véletlenül itt valaki azt higgye, hogy majd szépen az egyéves kihatású hitelt fogja elvinni az állam, nem, hosszú távú hitelből fog elvinni, mert az államnak az az érdeke, hogy minél kevesebbet fizessen ki ebben az évben. Tehát ezt hiába tárgyalgatnak, ez minden városban így fog megtörténni. Hadd reagáljon frakcióvezető úr, mert ezt a partnán lesz a... Így van. Én kezdeném talán magánál a költségvetésnél, ugye az a 412 millió forintos mínusz, ami az első olvasatban volt egyébként, az mérsékletnek tekinthető. Én ugye hetedik éve, mert taposom képviselőként volt 600 millió forint fölötti is egyébként az első olvasatos hiány. Én magam már átolvastam a második olvasatát készülve a Gazdasági Bizottság ülésére, és azt gondolom, hogy megfelelően kezeli a város ezt a hiányt. Való igaz, hogy a főszámok mindegy 39%-kal csökkentek a tavalyi évhez képest, ugyanakkor ezzel számos feladat is átkerült az államhoz. Én nem értek egyet képviselőtársammal azzal, hogy a mi intézményekre nem maradt semmi ráhatásunk, és a működtetés körében pont az, ami a lakosságot megérinti, tehát a szülőket, a hozzátartozókat. Tehát nem mindegy, hogy milyen minőségű intézményben viszik a gyermeket, és az sem igaz, hogy csak a bért vállalja el, és az oktatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat az szintén jogszabályainél fogva egyébként az állam átvállalta. Éppen ezért vállalt fel egyébként a város további úgynevezett keopos pályázatokat, hogy az intézményeink megújuljanak, hiszen ezzel hosszú távon a saját költségeinket csökkentjük. Ez egy egyszeri beruházás, de mivel 85%-ában állam által támogatott, így nyilvánvalóan csak a 15% terhel bennünket. Ugyanakkor majd a karbantartás fűtési költségekben ez megjelenik, hiszen hosszú évek óta elkezdtük már ezeket a keopos felújításokat, és látszanak egyébként már a számok, hogy akár a móránál, akár a megújult óvodánál tudom mondani, hogy drasztikusan csökkent a karbantartási igény, és nyilvánvalóan a fűtési költségek is jelentősen megmaradtak, ami egyébként valóban nálunk maradt, ennek képviselőtársamnak igaza van. Olyan számokról tud ezek szerint képviselőtársam, amiről magam nem, hiszen a képviselőtestület arról döntött, hogy megállapította, hogy mennyi a kumulált teljes adósságállománya a városnak, és ebben a körben hatalmazta fel az elmúlt testületülésen, hogyha rendkívüli testületülést nem számítjuk, akkor az utolsó rendesülésen a polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat. Jogszabály határozza meg, hogy hogyan működik az adósság átvállalás, az egyfőre jutó adóerő, tehát a helyi iparüzési, kivetett iparüzési adó és a lakosság szám arányában történik.
ez Moson-Magyaróvár esetében 40%. Mi magunk igenis bizakodunk abban, hogy a rövid lejáratú hitelek, amelyek egyébként el fognak kerülni, hiszen a hosszú lejáratok körében gyakorlatilag számosban még valóban nincsen fizetési kötelezettségünk. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy tartható költségvetés lesz, és az első olvasatra inkább igaz volt, amit képviselőtársam mondott, hogy nehezen volt tervezhető, most már az összes normatíva, összes ágazati jogszabály megjelent, tehát ezekkel a számokkal már lehet tervezni, bár többet normatívák évközben még elképzelhető, de ennél kevesebbet már egészen bizonyosan nem fog kapni a város, tehát ilyen értelemben optimista vagyok. Az, hogy az oktatást át kellett alakítani, erről én szívesen vitatkozom egyébként jobbikos képviselőtársammal. Ha tetszik neki ez a liberális oktatás, ami 2010-ig ebben az országban folyt, akkor azért erősen elámulnék, már pedig ezt a rendszert valahogy össze kellett fogni és át kellett szabni. Mi a vélemény egyébként az oktatás átalakítással akkor? Hát az oktatás átalakítása egy kicsit mélyebb és több műsort igényelne, meg nem biztos, hogy szakmailag én teljes mértékben ebbe belefolynék, hisz nem vagyok tanár, és nem igazán foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Amennyit a Jobbik álláspontjából itt el tudok mondani, az mindenképpen az, hogy azért az oktatás átalakítása természetesen szükség volt rá. Én abszolút nem a liberális alapokra akarom helyezni. Azért maradjunk ennyiben, hogy volt egy Horthy korszak, amiben megalkottak egy oktatási rendszert, ami nagyon jól működött. Ehhez az alaphoz kéne visszatérni, de ez alaphoz nem történik visszatérés. Tehát ez is ezért egy kicsit liberális maszlagot tartalmazó oktatás, amit most be akarnak vezetni. Természetesen valamit melyik azért része? Javult. Hát az erkölcstan? Én teljes mértékben azt mondom, hogy nem lettek beemelve azok az írók, nem lettek beemelve azok a költők. Hát Masalbertet is lehet. Hát mennyi óra számba meg lehet nézni. Trianont mennyi óra számba, de hangsúlyozom, de a költségvetés vitájában nem menjünk bele most egy oktatási vitába. Szerintem... Csak a költségvetés egyáltalán erre nem igazán hat ki a mi költségvetésünk, hisz ezt tényleg vitte az állam, hisz az oktatást. És a kérdés. Igen, tehát ezt vitte, amiben én mindenképpen azért feljönám a figyelmet, amit képviselőtársam mondott is, hogy 39%-kal csökkent a normatíva, ehhez képest viszont a hiány, ami közelítette inkább az 500 milliót, abszolút nem csökkent olyan arányban, mint amennyiben a városnak a költségvetése csökkent, hisz majdnem csak a fele költségből gazdálkodhat, mint amiből a tavalyi évben. És a tavalyi évben lehet, hogy volt egy 1 milliárdos hiány első olvasatra, de hát most is volt egy közel 500 millió, gyakorlatilag a felére csökkent, ez semmi nem változott szinte. Most egyébként ez, nem akarom képviselőtársamban folytani szót, de 487-tel ment ki, millióval ment ki a testületi anyag, de bizottságokon már tájékoztatást kaptunk arra, hogy van egy 75 milliós pótlólogos normatíva, egyébként a szövegszerűen most jelenik meg a tervezetben, tehát ténylegesen 412 millió valahány 100 ezer forint volt egyébként, amiről kellett beszélni. Nem a normatívák csökkentek 39%-kal, valamelyik többel van, egyébként ennél is kevesebben, mert például egy óvodai bölcsődei normatíva egészen más. És egyébként például a be nem töltött bölcsődei helyek, amelyek problémát okoznak, hiszen ez normatíva elvonásként jelentkezik a városnál, még egyébként például óvodai elhelyezése többletigény lenne, csak az jelenleg fizikálisan nem elérhető, és egyébként ez magasabb normatívával finanszírozott, mint akár a bölcsődei. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ezzel talán nincsen gond. Én azért mertem jobban oktatáson vitatkozni, hiszen magam iskolaszéki tag is vagyok a Fekete István Általános Iskolában, így mi évről évre látjuk a költségvetését, a különböző problémáit az oktatásnak. Való igaz, hogy volt egy nagyon komoly felrendülési időszak a történelmi szempontból 1920 és 1939 között a magyar oktatásnak, ugyanakkor én nem hiszem, hogy hatosztályos népiskolákat és hasonlókat szeretnénk visszahozni, ami akkor egyébként égető probléma volt, hiszen Magyarországon írástudatlanság és sok minden volt, és nyilván erre építkezve indult meg egy nagyon jó minőségű felsőoktatás. Én azt gondolom, hogy a mostani oktatási struktúrát kellett egyébként úgy átszabni, hogy ez a részben a modern követelményeknek is megfeleljen, hiszen akár fáj nekünk, akár nem a gyermekeink, akkor is a számítógépek korában fognak felnőni. Tehát ezeket az ismeretektől, ha mi elzárjuk őket az iskolai oktatás keretében, akkor meg fogják szerezni szabályozatlanul az iskolán kívül. Azt, hogy mely tanárok egyébként, tehát hogy mely írók hogyan kerülnek be az oktatásba, ebbe egyébként valamennyit enged a rendszer, tehát a kötelező olvasmányok között vannak kötelezően választottak, meg az ajánlottak, de ebbe szintén nem gondolom, nem erről akarunk most vitatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy így van, én azt gondolom, hogy március 7-én lesz egy olyan költségvetése a városnak, amit egészen bizonyosan tudunk tartani. Van benne egy-két tétel, ami egyébként nekem is fáj, például az, hogy mondjuk egy esetleges sikerdíj problémára 60 millió forinttal meg kell növelnünk az általános tartalékot, amely nem függ össze a mostani ciklus gazdálkodásával, és ha
emlékeztetném a nézőket, de ezügyben szintén nem lesz szerintem képviselőtársammal vita, hogy az elmúlt két évben minden egyes tételt átnéztünk nagyítóval, hogy hogyan lehetne olcsóbban működtetni ezt a rendszert. Amikor végre komoly eredmények jelentkeznek, akkor most ilyen dolgokra meg sajnos biztonsági tartalékot kell képeznünk. Ön tette esetleg, képviselő úr, indítványt, javaslatot, hogy ezt a 410 milliós lyukat hogy lehetne betömni, mert ugye hát az ellenzék is nek van lehetősége arra, hogy javaslatokat tegyen, vagy akár bizottságüléseken, informális beszélgetéseken, tehát azért nem biztos, hogy mindig azt kell látni, hogy a politikusok vitatkoznak és egymásnak torkának esnek, hisz azért nem csak a testületi ülésen, máskor is lehet megbeszélni akár dolgokat. Volt esetleg valami, amit képviselő úr úgy látott most, tehát 2013-as költségvetésben, amit át lehetett volna csoportosítani ön szerint, Jobbik szerint, ugye hát ez nem elválasztható. Így van. Hát azzal kezdeném, hogy igen, én megpróbáltam mindenképp a testületi ülésen is szakmailag és bizonyos ötleteket adni, hogy hogy lehet csökkenteni. Ellentétben más képviselőtársammal, aki mondjuk balszáron helyezkedik el, hogy így mondjam, ő a fröcsögést válaszza. Ilyen esetekben én úgy gondolom, hogy inkább szakmai vitának van helye. Igen, tettem javaslatot természetesen arra, hogy hogy lehet csökkenteni ezt a tételt, és most egyébként én is olvastam a második olvasatot, és megjelentek benne egyébként olyan tételek, amiket én felsoroltam. Például olyan pályázatok, EOPOS és egyéb pályázatoknak esetleg átcsoportosítása, átcsoportosítunk utaknak a felújítását, aminek mondjuk nem örülünk, ez természetes, de 412 millió vagy 417 millió forintot valahogy el kell tüntetni. Tehát megjelentek benne. Megjelent benne például az, amit én mondjuk nem nagyon akartam, és ettől óvtam mondjuk a városvezetést, illetve a frakciót, a Fidesz frakciót, hogy ne legyen még több ingatlan. Hisz a tavalyi évet, ha megnézem, majdnem sikerült beállítani a Stipkovics érában elkövetett 32 terület ingatlan és ebbiebbőnek az eladását. A tavalyi évben 27-et sikerült eladni. Én mindig szoktam nézegetni a statisztikákat, utána olvasgatni. Milyen ingatlanok? És itt most 40 millió plusz be lett tervezve ingatlan adásból. Egyelőre még az nem derült ki a második olvasatból, hogy ez a 40 millió milyen ingatlanra vonatkozik. Ez, ami egy kicsit úgy az embernek. Tartalékképzésben sajnos én inkább azt mondtam, hogy legyen egy szociális tartalékképzés, hisz rengeteg devizahiteles van, aki ebben az évben is be fog dőlni, és viszik a házát. Egyéb nekünk ezt valamilyen szinten kezelnünk kell, ezt a problémát, de ahogy képviselőtársam is és a bizottságban, az eseti bizottságban együtt vagyunk, itt sajnos meg kellett állapítanunk, hogy van egy olyan terhelése, amit szerződések kötnek a várost. Én semmiképp sem fizetném ki, de ez mondjuk egy a Jobbik és a magánvéleményem. Ezzel szemben viszont én is tudom, hogy vannak jobb szabályok, amik sajnos nem ebben a ciklusban keletkeztek, ezt is el kell ismerjem, és egy olyan terhet fognak róni a városra, ami nem kevés költség. Most az ingatlan értékesítések az mindig sláger kérdés, így jövőre, tehát tavalyi évet említve egyébként körülbelül ugyannyiért vettünk, mint eladtunk. Való igaz, hogy a Vitmanontal parkban egyébként 2008-ban sikertelenül értékesítésre kiírt területet eladtunk, de éppen annak az árában vásároltunk a Movin Parkban az ottani magánbefektetőktől rendkívül jutányos áron egyébként ingatlant, ezt egyébként minden párt oldalról megszavazták. Ez azt jelenti, hogy rendkívül értékes további területekhez jutott a Movin Parkba a város, ezeket szeretnénk nyilvánvalóan értékesíteni, és arra biztatni a Movinov Kft-t, hogy ezen értékesítések során járjon el. Ezt már egyébként Árvai alpolgármester is elmondta, magam is sok helyet, hogy lakóházakat nem akarunk eladni, semmi olyasmit, intézményt nem akarunk eladni, nem akarunk bezárni, tehát semmilyen nem kerül szóba. Alapvetően nem szeretnénk ingatlanból származó bevételeket elműködni. Ugyanakkor a mostani második olvasatban benne van az, hogy megpróbáljuk hatékonyabbá tenni az adóbehajtást, hiszen ez most még mindig teljes egészében bevalláson alapul, és nem voltak meg a személyi feltételei az ellenőrzésnek, most erre rá fog feküdni a város. Kiemelném, hogy nem lesz adóemelés és nincs újabb adó a második olvasatban. És az, hogy a teleakadó indokolt volt, ez most látszik csak igazán, amikor bizonyos források valóban szűkültek, tehát valóban a súlyadó elment, illetőleg a személyi jövedelemadó helyben maradó része is elment, ami már egyébként 10 év alatt folyamatosan csökken. Tehát ekként tudjuk a helyi forrásokat megfelelően biztosítani. Ugyanakkor én nem akarok sok-sok évvel ezelőttre visszamutogatni, hogy néhány 5-600 milliókat terveztek évben ingatlan eladásra, ezt a hogy nem teljesültek, csak akkor mások voltak a jogszabályok, és ezért tudott egyébként önkormányzat eladó, mert már jogszabályi környezet volt. Ez a plusz 40 millió, azt gondolom, hogy nem egy akkora
tétel. Tehát ha mekkora hasznosítható ingatlan vagyonon ül a város, és még egyszer elmondom, nem az intézmény és nem a lakásvagyonra gondolok, ez minimális gazdasági növekedés esetén is kitermelhető, mert pedig az év, a város, ha a városi adatokat nézzük, akkor évről évre nő az iparűzési adónak a mértéke, évről évre nő a foglalkoztatottaknak a mértéke. Ezeknek a nagyvállalatoknak van holdudvara, tehát beszállítói, javítói, stb. Meg kell nézni a Movinparkot, hogy ilyen kisebb beruházás, számos gombamódmód nő ki egyébként most is azon a területen. Tehát én ezt egy reális számnak tartom. A szám stimmel, amit egyébként Jobbikos képviselőtársam mondott, tehát 40 millió többletet terveztünk, amely nem nagyságrendileg nagyobb egyébként. Milyen más egyéb módon sikerült foltokat találni, vagy foltok ezek, vagy racionalizálás, így említette képviselő, hogy normatívek is most már pontosodtak? Hát részben pedig, amitől hosszú távon várunk előrelépést, de szintén egyébként minden párt oldalról megszavazták, hogy a GESZ élére, amely egy ellátó szervezet is jelenzően könyvelési feladatokat látott el, többet feladatokkal ruházta fel a város, így a dologi beszerzéseit az intézményrendszernek, tehát a krétától a flopiig, nagyon sok mindent mondhatnék példákat, azt központosított beszerzés keretében akarja a város későbbiekben megoldani, minél nagyobb tételt szerzünk be egyszerre, nyilván annál kisebb az egy tételre jutó fajlagos költség, tehát ez megint nem elvonást jelent, hanem racionalizást jelent, amit mindjárt lehetőséget teremtett arra, hogy a GESZ vezetőinek, a korábbi vezetőinek lejárt a mandátuma, most egy más típusú intézményvezető és élére egy más típusú vezetőt tudunk kinevezni, és nyilván más feladatokkal tudjuk őt ellátni. Én azt gondolom, hogy számos ilyen apróbb intézkedés vannak benne, egyébként vannak többletnormatívák, amelyeket már jeleztünk az első olvasatnál, hogy várhatók, és itt el is vannak számolva. Körülbelül a nagyobb tételeken végigmentünk, még egy pályázati önrészt megerőlegező hitel felvételére készül a város, ami egyébként a mai viszonyok között rendkívül kedvező feltételekkel működik, illetőleg a város nagy projektjeiben, ahol 85%-os támogatási intenzitás van, lépéseket tesz a város abban az irányban, hogy az a 95-ös támogatási intenzitásba átkerüljenek. Ennek a jogszabályi lehetőségei már megvannak. Vizsgáljuk a nagy projekteket, hogy ez működjön. Itt tavaly is voltak már eredmények, hiszen az önerő alapból 121 millió forinttal tudtuk csökkenteni az önerő szükségletet. Bízunk benne, hogy ez most is hatékony lesz. 2013 elején vagyunk, képviselő urak, mit várnak 2013-tól, milyen lehetőségeket, milyen terveket, hisz azért előttünk van az év még. A költségvetés ugyan meghatározza, de hát sok mindent lehet még azért tenni, így úgy amúgy. Akár hogyha nézzük a turizmustól elkezdve, sok mindenféle lehetséges 2013-ban, képviselő úr, milyen tervei vannak. Még azért eléggé az év elején vagyunk, talán lehet még erről beszélni. Hát engem igazán optimizmusra nem tud eltölteni a mai gazdasági helyzet. Nem hinném, hogy a 2013-as év jobb lesz, mint a 2012-es. Az előrejelzések sem ezt prognosztizálják. Jó, Matolcsi miniszter tud mondani bizonyos olyan dolgokat, amikben én abszolút nem értek egyet, és a Jobbik frakció természetesen támadja is, hisz nagyon fals számokat mond. Miniszterelnök úr is évértékelőjében olyan fényesen festette ezt az egész világot, ami abszolút elrugaszkodik a valóságtól. Úgyhogy én ilyen szempontból szkeptikus vagyok, és nem tudom azt mondani, hogy itt hatalmas nagy javulás lesz ebben az évben. Világviszonylatban sem látni ezt a helyzetet, és azt hiszem, hogy nálunk pedig pláne nem fog ez bekövetkezni. Bár jönnek választások ugye hamarosan, és ki tudja, hogy mennyit sikerült tartalékolni a Fidesznek. Tudomásunk van róla, hogy elég sokat van. Városi szinten. Mert igazából az érdekesebb. Városi szinten én úgy érzem, hogy ez a költségvetés, ha tartható lesz, és ezt meg tudja valósítani a város, már a második olvasatra gondoltam, akkor úgy érzem, hogy kievickélünk, és át keresztül megyünk ezen a 2013-as éven. Hát, hogy jól, rosszul, ezt majd azért eldönti az év. 2013 körében, amit említett például a szerkesztő is a turizmus területén, ugye nem egy annyira jelentős bevételi forrás a városnak, körülbelül egy 60 millió forint forrás, amely állami támogatással együtt jelentkezik, ugyanakkor Jobbikos képviselőtársamnak is mondanám meg a nézőknek is, hogy az egyedül ilyen gazdasági ágazat, amely tavaly is növekedést produkált már, az a turizmus volt. Mivel Mosonmagyaróvárban ebben új potenciálok nyílnak, mert hogy két nemzetközi kerékpárt most már nem csak beszélünk róla, hanem ténylegesen élt a várost, és bizony a turizmus reneszánszát alapvetően az aktív turizmus éli, így tekintetben mindenképpen várható, azt gondolom, jelentős felrendülés.
Én úgy érzem, hogy Mosonmagyaróvár jó pár éve permanensen fejlődik, még ha messze nem is úgy, ahogy mi magunk szeretnénk, de biztatnám a nézőket, hogy látogassanak el kelet-magyarországi városokba, és én érteni fogják, hogy amiről beszélünk. Én büszke vagyok a városunkra, és bízom benne, hogy az a sok-sok fejlesztés, ami egyébként ennek ellenére, hogy utakat például kellett átütemezni, és ebben igaza volt Jobbikos képviselőtársamnak, de például ezek a megvalósuló keopos pályázatok, vagy például a szennyvíztisztító újraépítésének tulajdonképpen a dandárja ebben az évben fog történni. Ez azt jelenti, hogy milliárdos építési beruházás lesz államilag támogatott a városban. Most fogjuk tudni lezárni a nagy térségi hulladékprojektet, amit most már a lakók is érezni fognak a többletszolgáltatások körében. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy Mosonmagyaróvár egy élhető város, akkor én bízom benne, hogy ez nem csak 2013-ban, hanem a továbbiakban is így marad. Én országos politikán nem akarok képviselőtársammal vitatkozni. Dr. Nagy István, a választókerületi elnök a Fidesznek, nekem ez nem tisztem, annak ellenére, hogy a Fidesz elnökségének magam is tagja vagyok, de én elsősorban szeretek helyi ügyekkel foglalkozni. Nézzük a helyi ügyeknél, még volt egy rendkívüli ülés, testületi ülés, ahol geotermális energiáról volt szó, ugye hát a WIF távhő szolgáltatását bővíteni, ez is egy nagy beruházásnak tűnik, és ezért az alternatív energia használata, ez Mosonmagyaróváron is fontos, hisz ha megnézzük akár a Móra iskolát, vagy hát a keopos pályázatoknál, azért több helyét most már nem csak az van, mint régebben volt, hogy becsomagolnak egy épületet, és akkor ugye kevesebb hő megy ki, meg lecserélik a nyilászárókat, és akkor nem szokik a meleg, hanem hát a Móra iskolán és napkollektor, napelem, hőcserélő rendszer van. Tehát azért ez úgy látszik, hogy a jövő, mert nem is úgy látszik, hát biztos, hogy ez a jövő. Gázfüggés, ugye hát az, hogy azért a Jobbikot az nézzük, akkor azért, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy ez egy, hát nem sláger téma, de egy fontos szempont az önök pártjánál. Hát főleg azért, mert a választási programunkban elsődleges helyen volt a geotermikus energia. Természetesen megvizsgáltuk, van egy mégis jó barátságban lévő mérnök barátom, aki Németországban foglalkozik ezzel. Ő nagyon sok anyaggal látott el minket annak idején. Az lenne az igazi egyébként mind az országnak, és itt most megint egy kicsit országosabb mondok először és utána a várost, hogyha meg tudnánk oldani úgy, hogy villamos energia termelése, a hőenergiát felhasználni. Itt most elhangzott a rendkívül testületi ülésen, hogy az vagy túlmélyre kellene fúrni, és akkor egy sokkal nagyobb költséget kellene, tehát az nem biztos, hogy most itt jelen pillanatban. Így van. Tehát most Magyarországon, ezért mondtam, hogy egy országosan ennek a feltételeit meg kéne vizsgálni. Sajnos olyan érdekkörök működnek még a háttérben, akik a gázlobbit és a többit kézben tartják, hogy ezt nem engedik az országnak. Már pedig mindenféle tanulmány igazolja, hogy nagyon-nagyon képes lenne rá az ország, és gondoljuk el, hogy az egész villamos energiánkat magunk tudnánk megtermelni. Na de mindegy, hogy egyébként a globalizált világban, hogy csak mi, csak magunk? Nem, kifele is tudnánk termelni természetesen. Tehát vannak ennek a megoldásai, de inkább maradnék a városba, tehát üdvözöljük természetesen ennek a felhasználását. Én igazán azért tartózkodtam a szándéknyilatkozat megfogalmazásánál, mert még nagyon-nagyon sok sötét pontot látni a szerződésben, amit azt hiszem még dolgozik is rajta a frakcióvezető is és a frakció is, hogy ezt össze tudják hozni. Tehát ezért még ennél a pontnál én tartózkodtam, mert vannak azért még ott érdekes dolgok, hiszen most is van egy, akik a gázszolgáltató, aki mondjuk most jelen pillanatban a távfűtést megoldja, ővelük van még egy 7 éves szerződésünk, tehát azért ezt még itt valahogy helyre kell hozni, hogy ez ne így. A másik fájó pontom az pedig az, hogy sajnos tudom én, hogy anyagilag nem tudja megtenni a város, hogy nem a város tudta ezt megtenni, hiszen nincs erre 2,5 milliárd forintja a városnak, hogy ezt megtegye. És innentől kezdve viszont rálátásunk arra nincs, hogy ez milyen költségekkel kerül ki. Arra lesz csak rálátásunk, hogy egy bizonyos pont fölé ne emelkedhessen, és abból most be is lett szabva, hogy 3093 forint, hogyha jól tudom. Én pontosítanék, én alapvetően ezt másért látom sikertörténetnek. Elindulnék a gyökerektől. Van egy ipari park a város szélén, amelyet ugye hosszú, talán egy évtizede óta kimond, hogy az autósztrán, annyi ipari park nyílt, és nem sikerült igazán hasznosítani. Ebben voltak csipcsup városi területek, amelyek önállóan nem voltak hasznosíthatóak. Ezt a város elcserélte egy egybefüggő nagy területtel, ahol viszont rekultiválási feladataink voltak és megoldottuk. Többek között ezt az ingatlan tudjuk most hasznosítani saját céljainkra, hiszen itt lesz az egyik termelvizet nyerő kút, és így kerülhetett sor erre az előterjesztésre. Igazából van képviselőtársának arra, hogy a városnak önmagában nincsen forrása, viszont azért a nézők jobb, ha tudják, hogy ebbe 1 milliárd forint pályázati támogatás kerülhet bele. Ez is ott rendkívüli ülés, ugye, mert kellett így adni van, és azért be kellett ezt nyújtani. Így a bekerülési részében a város pusztán a know-how-t adja ez egy részét.
adja magát a területet, és nyilván fogja majd hasznosítani a VÜF, és ehhez képest kap majd tulajdonjogi részt ebből a cégből, és egyúttal a magában a projektcégben, amelyről egyébként nem most döntöttünk, hanem korábban, már két felügyelőbizottsági tagot most delegálni tudott a képviselőtestület, tehát az ellenőrzési jogosítványainkat megfelelően fogjuk tudni biztosítani. Való igaz, hogy számos részletkérdés egyébként még nyitott, és ezért fogadtunk el szándéknyilatkozatot, nem pedig konkrét szerződéseket, így majd konkrét szerződések kerülnek vissza nyilvánvalóan a testület elé, illetőleg annak a megfelelő szervei elé, amelyek már a részletfeladatokat rögzítik. Valóban dolgozunk rajta, de hiszek benne, hogy egyébként ez itt tud sikertörténet lenni, de nem csak termálvíz körében van, gondolkodik egyébként a megújuló energiákban a város, hanem például, amire a nézők nem tudom mennyire tudnak, hogy itt az az épület tetején, amelyben most ülünk, hiszen az a Flash Nonprofit Kft-nek az épülete, amely a legnagyobb lapostető Mosonmagyaróváron, itt is készül napenergia hasznosításra tervek, és bízunk benne, hogy ez kivitelezve is lesz, illetőleg éppen a gazdasági bizottság napirendjei között szerepel, hogy olyan elhanyagolt városi területeken, külterületi területeken, amelyek kavicsosak és egyébként igazi agrárgazdálkodásra sem alkalmasak, azokon a városi üzemeltető Kft. Energiafizet szeretne termelni, és ezzel szeretné majd egyébként az intézményeink alternatív fűtését segíteni. Képviselő urak, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a kívásunkat. Remélem, hogy senkiben nem szakadt benne, és nem maradt benne semmi, amit el szeretett volna mondani, de sajnos a műsoridőnk lejárt. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadták meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk ezzel a műsorunkkal. Viszontlátásra! Viszontlátásra!